A pünkösd a tavasz egyik legnagyobb ünnepe, ami nem csak a népi kultúrában, hanem a vallási életben is nagyon fontos. Népszokásai a keresztény és ősi pogány elemek keveredéséből jöttek létre. Kárpátalján már-már feledésbe merültek ezek a hagyományok. Azért, hogy a fiatalok megismerjék és megéljék az ünnephez kapcsolódó szokásokat, több településen szerveztek pünkösdváró foglalkozásokat az iskolások számára. A nagyberegi tájházban a Procultura Subcarpatica civil szervezet munkatársai vállalkoztak arra, hogy felelevenítsék a múlt században még aktívan élő pünkösdi hagyományokat. Amióta a tájház működik, szinte minden éven felelevenítjük ezt a régi szokást. Ugye a pünkösd egyik legjobban kapcsolódó hagyomány vagy szokás az a pünkösdi királyválasztás. Erről korábban nem nagyon tudtak a gyerekek vagy a fiatalok, nem ismerték, hogy mit is takar ez valójában. Amikor a tájház elkezdte a működését, akkor próbáltuk ezt is beépíteni, mint olyan sok más magyar népszokás a mi munkánkba is. És innen kezdve ugyanakkor a kisiratot, így összetudod, jó? A pünkösdhöz szorosan kapcsolódnak a virágok, főként a zöldág és a pünkösdi rózsa. Ezt készíthették el papírból a tájházba látogató gyerekek. Kétféle színből készítjük, az egyik piros, a másik rózsaszín. Igaz van, egy néhány darabunk narancságából is bemutatónak, de viszont az igazi pünkösdi rózsa a piros volt az, ami szimbolizálta magát az ünnepet. Ez egy egész egyszerű technikával készül, kreppapír, illetve hurkapálca és ragasztó szükséges hozzá. Lényegében a kreppapírt négyzetformára tűrjük, majd ezután össze kell fogni, és ezt az összefogott négyzetformát egy körformára fogjuk vágni, és ezt a körformát kell majd úgy igazítani, hogy a szirmok rózsát képezzenek. A legismertebb hagyomány ilyenkor a pünkösdi királyválasztás. A címet az ügyességi versenyek nyertese érdemelte ki. A kiváltsága pedig az volt, hogy egy évig minden lakodalomban mulatságra, ünnepségre meghívták. A tájházban a fiúknak 5 fordulóból álló megmérettetésen kellett bizonyítaniuk rátermettségüket a pünkösdi királyságra. A nap végére eldőlt, ki a legrátermettebb ifjú, aki pünkösdi királynét választhat maga mellé. Itt választasz magad mellé. Jó volt, hogy egyszer én nyertem. Mindenki erős volt, nehéz volt egy kicsit nyerni. Visszatűrünk. Most kinyújtom így a tésztát. Utána behajlítom így, és így. És mi lesz belőle? Peret. A nagydobronyi tanodában is nagy volt a sürgésforgás. A pünköst közelettével az ünnephez kapcsolódó népi ételek elkészítésének technikájával ismerkedtek a gyerekek. Fonott kalács és pogácsa került a megterített asztalra. Igazából ez régen úgy történt, hogy ügyességi versenyt tartottak, a fiúk lova voltak, mindenféle egyéb bátor dolgokat műveltek, és aki a legügyesebb volt, azt megválasztották pünkösdi királynak. A pünkösdhöz köthető népszokások többnyire a katolikus vidékeken élnek. Nagydobronyban a többségében református vallású gyerekek a tanuda foglalkoztató délutánján hallottak először ezekről a hagyományokról. Időről-időről úgy látjuk, hogy a gyerekek élvezik ezt a fajta tevékenységet. Tehát most is a népi játékok kipróbálása egy újfajta élményt, egy újfajta ingert jelent a számukra. És azért is fontos, hogy kapcsolódhassanak a saját múltjukhoz. Régi szokás szerint pünköstkor a falvakban bálokat tartottak, amely jó alkalom volt a párválasztásra. Ezt a hagyományt elevenítette fel a Komótos Zenekar Táncháza.
A Prokultúra Szubkárpátika munkatársai évek óta igyekeznek egy-egy ünnepkörhöz kapcsolódóan bemutatni a fiataloknak népi kultúránk gazdag világát. A közösségi élet, valamint a hagyományok ápolása a szülőföldön való megmaradás záloga. Sokan gyűltek össze az Ápszonyi Művelődési Házban, hogy együtt ünnepeljék Piros Pünkösd napját. A jelenlévőket Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, Csatári Zsolt, a Szövetség Zápszonyi Alapszervezetének elnöke és Szántó Edit, a rendezvény főszervezője köszöntötte. Az eseményen elhangzott, hogy a településen sikerült hagyományt teremteni a pünkösdi ünnepséggel, a KMKSZ támogatásának köszönhetően. A Zápszonyi Református Egyház énekkara mellett a Fecske óvoda apróságai szórakoztatták a közönséget, de nagy sikert aratott a Bátyúi Együtt Nyugdíjas Klub és az Ararát Együttes előadása is. A kulturális és egyházi örökség minden magyar közösség azonosság tudatának forrása. A hagyományőrzés egyre nehezebb pont, ezért szükség van a hasonló ünnepek megmentésére. A KMKSZ egyik fő feladata a kárpátaljai magyarok érdekképviselete mellett a hagyományos magyar kultúra ápolása és tovább örökítése. Egy nagyon erős megtartó erő, különösebben a nehéz helyzetben. Örülök annak, hogy itt a szülőfalomban, az Ápszonyban is ilyen rendkívül színvonalas kulturális programot tudnak szervezni, ahol fölléptek ugye az óvodásoktól kezdve egészen a nyugdíjasokig, a teljes spektrum, a közönség jól érezte magát, és ez a hetedik alkalommal rendezték egy hagyományos ünnep, ami mutatja ennek a községnek az életerejét. Az elmúlt időszakban itt helyreállították a rendkívül romos kultúrházat, az óvodát, az iskolát, úgyhogy életképes a közösség, és ez reményt ad valamennyünk számára. Arra nézvést, hogy a következő 100 évben is a magyar kultúra megmarad itt Kárpátalján, megmarad Zápszonyban. Hagyományőrző ünnepségek nem csak megyei és járási, de alapszervezeti szinten is fontosak a közösségek életében. Az Ápszonyi KMKSZ alapszervezete a nemzeti ünnepeink mellett fontosnak tartja az egyházi hagyományok ápolását is. Minden rendezvénynek megvan a maga fontossága. Természetesen a történelmi ünnepeinket is nagyon szívesen megünnepeljük, de legalább ilyen fontos a hitéletünk, tehát az egyházi ünnepeknek a méltatása, mert ilyenkor a közönség apraja, nagyja összegyűl, és én úgy éreztem, hogy a Szentlélek itt munkálkodott ma. A rendezvény után mindenkit megvendégeltek a rendezők. Az idei esős időszak nem igazán kedvezett az eper és cseresznye termésnek. Legalábbis ezt állítják azok az őstermelők és magángazdák, akik az ukrán-román határmenti településen, Aklihegyen évtizedek óta immár hagyományosan a finom tavaszi növénycsemege termesztésével foglalkoznak. Az idei termés szerintem elég jól volt, csak most már eső volt és nagyon megtámadta a csiga, meg a bogár, az ilyen. Na, de lényegében elég jó volt. A melegházi nagyon jó volt az idén, mindenkinek bő pénzt hozott. A melegházi az meg volt az 50-60 grívnya, utána ment lejjebb vele, most már 10-12, most már gyenge. Ez több vagy kevesebb, mint tavaly volt? Hát, ahogy megindultak, úgy több volt, de most már tavalyhoz képest egy az ára. És milyen a keletje? Hát a felvásárok, ha jönnek, akkor azok nagyon jól elviszik, valamikor válogatnak, de lényegében elviszik. Az öt délugacsai községet, Batárt, Nevetlenfalut, Öreg-Aklit, Új-Aklit és Aklihegyet tömörítő község lakói immár hagyományosan a gyümölcs érésének időszakában minden éven eper és cseresznye fesztivált tartanak Aklihegyen. A fesztiválnak nagy közösség megtartó ereje van, amire ugyancsak szükség van, hiszen az utóbbi évek elvándorlási hulláma a falut is elérte. A magyar kormány által meghirdetett Egálede gazdaság élénkítő program támogatásának köszönhetően azonban sokan mégis szülőföldjükön maradnak, hogy az eper és cseresznye termesztés hagyományát tovább vigyék. Az Egáleden is pályázatot nyertünk eper palánt telepítésre, ott majdnem 4 hektárig.
és itt az eredménye. Azért a gépeket nem hoztunk semmit, hanem csak a címkét és az eredményt. Úgy van, hogy ez már szülőrő gyerekre adódik át. Édesapám is ezzel foglalkozott, főleg a kolhoz világban itt a Zakli egyen az emberektől felvásárolták és átdolgozták. Csak ez már most kiesett, mindenki elment külföldre, és szóval most próbáljuk ezt mindent visszaállítani, hogy az emberek maradnának itt, hol hát, hogyha sikerül. Az idejév is veszteséges az eper termesztésbe, az időjárásra, nem tudunk semmit ellene tenni, de nem hagyjuk abba. Ezért jók ezek a pályázatok, ezek a magyarországi támogatások. Ezek is itt keresztszemesek, szedett csikosak, ezek már a láda fiából jöttek elő. A gyümölcsérés időszaka jó alkalom arra, hogy fesztivál keretében egybekovácsolja a környező 5 település lakóit, akik a helyi hagyományos kézműves termékeket is bemutatják ilyenkor. Még hála Istennek, még vannak emberek, akik szabadidejükben varnak, horgolnak, kötnek, és a régieket előszedjük a láda fiából, mert nagyanyáink készítették, és jó gyönyörködni bennük. Én örülök, mert van igény rá az ifjúság körébe, egyre többen akarnak megtanulni, kézimunkálni, és én nagyon örülök neki. És nagyon fontos, kell tudjuk, honnan jöttünk és hova tartjuk, mert aki nem ismeri a múltját, annak nincs jövő. A harmadik ilyen rendezvényen veszek részt ebben a térségben, a szülősi járásnak a déli részén. Az Aklihegyi Tölgyfaligetben felállított színpadon egymást váltották a szónokok. Brezovics László, a KMKS elnöke elismerően szólt a térségben élő szorgalmas emberekről, akik mindig kitalálják, hogy a lehetetlen körülmények ellenére is hogyan lehet megélni. Örülök annak, hogy itt lehetek ezen a Cseresznye és Eper Fesztiválon, hiszen ezek a községek, különösen Aklihegy arról nevezetesen nagyon finom cseresznyét és eper termelnek. Tették ezt a múltba is, teszik a jelenben is, és örülök annak, hogy itt többen ki van téve az Egán Ede alapítványnak a logója, ami azt jelenti, hogy az emberek éltek azokkal a lehetőségekkel, amelyet az alapítvány kínált, magyarországi támogatásból különböző eszközöket vásárolhattak. És ez jelentős mértékben hozzájárult ahhoz a fejlődéshez, amit itt azért tapasztalható. Szeretném elmondani azt, hogy hamarosan, a jövő héten, vagy pedig maximum 10 nap múlva meg fogjuk hirdetni az idei pályázatot is, és remélem azt, hogy megköszönöm a magyarországi támogatást, hogy ez jelentős mértékben hozzá fog járulni ahhoz, hogy a vidék fejlődjön, és az emberek meg tudjanak kapaszkodni a szülőföldökön, hiszen Kárpátalja számára az elvándorlás tényleg egyik leglényegesebb gond. És az ilyen fesztiválok, ahol bemutatkoznak a különböző gazdák, illetve kulturális műsorban, szintén erősíti itt a magyarság összetartásának az érzését. A fesztivál kulturális műsorában a Nevetlen Falui Oktatási Nevelési Központ tanulói hazafias dalokat, az Árvácska népdalkör pedig népdalokat énekelt. A település közkedvelt fellépői az Aranyalkon nyugdíjas népdalkör, a délugocsai vidékre jellemző szatmári népdalokat adott elő. A jó hangulatú, hagyományőrző falu ünnepre Magyarország több településéről is érkeztek vendégek. Az égigérő fa című Benedek Elek meséből készített előadást óvodás és kisiskolás korú gyerekek számára Gál Natália, a Beregszászi Színház művésznője. A mesejátékot Ferenci Attilával közösen adják elő 30 kárpátaljai magyar óvodában és iskolában 2019 nyarán és őszén. A dalokkal, zenei részekkel színesített darab a szeretet, a bátorság, a hit erejét hirdeti. A tanításon és az élményen túl a szervezők célja, hogy megismertessék a gyerekeket a színjáték varázslatos világával, ezzel is segítve a jövő színházjáró nemzedékének kinevelését. Ez a mese előadás sorozat ötlete a tavalyi évben született, mivel Attilával mind a ketten szülők vagyunk, bár Attilának kisebbek még a gyerekei, az enyémek már eléggé nagyok, attól függetlenül az jutott eszembe, hogy
nincs olyan előadás a színházon belül, amely egészen a kicsi gyerekeknek szól, tehát az óvodás korosztálynak, és ezért kitaláltuk azt, hogy egy olyan előadást hozunk létre, amit el tudunk vinni Kárpátalja magyar óvodáiba. Mivel Benedek Elek év van, ezért egy Benedek Elek mesét dolgoztunk föl, és ugyanígy járjuk Kárpátalja magyar óvodáit, és magyar nyelven játszunk ezeknek a gyerekeknek. Első körben 30 helyszínre kaptunk támogatást, de mivel nagyon nagy az érdeklődés, ezért aztán remélem, hogy a továbbiakban egyre több helyszínre tudunk majd eljutni. Korosztály szerint kiknek szól ez az előadás? Hány éveseknek? Igazából én 4-8 éves korig ajánlanám ezt a gyerekeknek, de nagyon gyakran vannak ennél kisebb gyerekek, és amint most például Muzsajban láttuk, ennél nagyobb gyerekek is voltak, és a színpadról nézve elég élvezetes volt számukra is a mese, de én úgy gondolom, hogy minden olyan produkció, amely a színház varázsát mutatja meg a gyerekeknek, az mindig igen fontos és nagyon élvezetes számukra. Úgy gondoltam, hogy egy olyan mesét kell a gyerekeknek vinni a tavalyihoz képest, amiben sokkal több a varázslat. Amikor a kislányok, illetve a kisfiúk is találnak a mesén belül olyan karaktert, akivel tudnak azonosulni. Tehát az előbb a mese végén odajött hozzám néhány kislány, akik azt mondták, hogy nekik ez volt, illetve hát ez a királylány karakter tetszett a legjobban, de ez természetes, mivel hogy ilyenkorban a lányok általában, akár később is, királylánnyal azonosulnak. A fiúknak viszont itt van a Kondás legénynek a karaktere, aki ugye azért, mert bátor, azért, mert hisz abban, hogy amit tesz és amit cselekszik, az helyes, és így próbál segíteni másoknak, és így próbálja megmenteni a királylányt, ezért aztán elnyeri méltó jutalmát. Ezzel viszont a kisfiúk tudnak azonosulni, és úgy hiszem, hogy ebben a korban nem csak a karakterekkel való azonosulás fontos, de az is, hogy megkínáljuk őket a színházi varázssal, hogy a későbbiek folyamán, mivel hogy színész vagyok, ezeket a pici gyerekeket színházi nézőkké neveljük. Az előadásban megjelennek a színen a magyar népmesékből jól ismert szereplők, így a sárkány, a királylány, vagy éppen a szerencsét próbáló szegény legény. Különlegessége, hogy egyes hősöket bábfigurák segítségével idéznek meg a színészek. A bábokat Pap Viktória beregszászi kézműves készítette. Ki volt a kedvenc szereplőd? A királylány. Mi tetszett benne a legjobban? Hát minden rész. De legjobban, amikor a sárkány felbukkant. Abban mi tetszett a legjobban? Nem féltetek tőle? Megijedtem a füsttől. Én bátor voltam. Nem féltél a sárkánytól? De féltem a sárkánytól. Júj, megkolyapott engem, megkolyapott. Mi történt a mesében a sárkánnyal? De az kiállján, és a hercegnő, és a fegyeljét. A mesekörútnak köszönhetően legalább másfél ezer gyerekhez tudják elvinni a nagy mesemondó által ismerté vált történetet. A program részeként hamarosan tematikus rajzpályázatot is hirdetnek majd az iskolás és az óvodáskorúak számára. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Beregszászon lépett fel a Kormorán együttes. A beregszászi főiskola átriumában teltház előtt mutatta be az együttes régi és új dalait. A Kormorán együttes az elmúlt 43 évben 140 albumot adott ki. Emellett több emblematikus film is, mint a Sacra Corona vagy a Honfoglalás betét dalait is ők szerezték. Az idén már volt koncertjük Ungváron is, ahol viszont az együttes alapítója, Koltai Gergely betegsége miatt nem vehetett részt. Számukra a muzsikálás az egy szent dolog nekünk. Félig meddig ez egy szolgálat és egy küldetés. Egy küldetés abból a szempontból, hogy olyan dolgokat komponálok, és olyan dolgokat, szövegeket írok, amik arról szólnak, amiket legbelül érzünk, amiket nem igazából mondanak ki az emberek egymás között. Ezek nem egyszerű sláger muzsikák, hanem picit költészet, picit hétköznapi, picit arról szól, amit az embernek a lelke valamilyen módon nehezen tud feldolgozni is. A zenén keresztül sokkal egyszerűbben, sokkal tisztában és őszintében ki tud jönni. Ha meghalok, ne
Az együttes alapításától kezdve zenéjében ötvözi a nemzeti folk és a modern rock elemeit, így méltán tekinthető magyar viszonylatban stílus teremtőnek, kiket az évtizedek alatt több zenekar is követett ezen az úton. A nemzetiséget emellett jól tükrözi az is, hogy az együttesben erdélyi, felvidéki és Fehér Nóra énekesen keresztül vajdasági tagjaik is vannak. Nemzeti összetartozás napja az mindig egy nehéz kérdés számomra. Ugye jó magam is határon túli vagyok, úgyhogy ez egy picit nekem. Habár ma már ugye a nemzeti összetartozás napja, de azért talán nekünk határon túliaknak ez mindig egy ásznap marad. Természetesen örülni kell annak, amit ugye most már az Európai Unió és ugye Magyarország kapcsán is a határon túliak mindenféle segítséget kapnak, de azért én azt gondolom, hogy mi nem feledünk sosem. Hoztunk új dalokat is a legújabb albumunkról, úgyhogy egy-két ilyen dal is, vagy egy-két új dal is felcsendül majd, viszont hát nyilván ugye a nemzeti összetartozás napjához illő dalokat is hoztunk, talán most egy picit hát szomorkásabb lesz, reméljük azért, hogy nem, és nevetni is fogunk, nem csak sírni. A Kormorán együttes hosszú idő elteltével tért vissza Beregszázba, s nem is lehetett volna méltó alkalmat keríteni a fellépésükre, mint június 4-e. Szerintem egy oktatási intézménynek, így a főiskolának is feladata, hogy a lelkiekkel is törődjön, és a gyermek nevelésével. Számunkra, magyarok számára mindegy, hogy hol él a világon, június 4-e egy fájdalmas nap volt, hiszen akkor 75%-át, 3/4 részét területének elvesztette Magyarország. Mindennek majdnem 100 éve van, de az identitást levetkezni nem lehet. Kultúrát elfelejteni nem lehet, és mutatja, hogy ez a terület, amely több országhoz is tartozott azóta, Szovjetunióhoz, Csehszlovákiához, most éppen Ukrajna területe, az itt élő emberek továbbra is úgy érzik, hogy lélekben, kultúrában, érzésekben összetartoznak. És ezt az érzést fejezi ki a Kormorán együttes, amely az én korosztályomnak, a most ilyen 60 köré járó fiatalságnak a meghatározó ifjúsági élménye volt. A megemlékezéssel és könyvátadóval egybekötött koncertre több mint 500-an voltak kíváncsiak, kik szívükbe szárták a Kormorán érzelmekkel feltöltött dalait. Ungvárra látogatott a sepsiszentgyörgyi háromszék tánc együttes. A Vágják az Erdei utat című folklor előadás felidézi az első világháború korát. A keserű édes emlékezés egy táncos zenés barangolás, amelyben a gyergyói, a küküllőmenti, a sajómenti és az északmezőségi tájegységek magyar, román, valamint cigány népzene és néptánc világába utaztatják a nézőt, a táncosok, zenészek, énekesek. Tavaly született ez az előadás, hiszen a tavaly pontosan 100 éve volt az első világégésnek, és tulajdonképpen mi folklorisztikailag próbáltuk az első világégést színpadra vinni, nem történelmileg, nem kronológiailag, nem hozzatettünk, elvettünk az első világháború tanulságaiból, hanem annak gazdagságát mutattuk meg, hogy az erdélyi folklórkincs utoljára egy nagyot az első világháború előtt, alatt és után gazdagodott. Mi ennek a gazdagságnak, erre a gazdagságra hívtuk fel műsoron belül a figyelmet, és hát ezt próbáltuk a közönség elé tárni. Hát nem tudtuk megkerülni az ősigazságokat, hogy tulajdonképpen mi is történt az első világégés előtt, alatt, után, hogyan verbuválták a legényeket össze, hogyan vitték el katonának, nem csak a székelyeket, hanem a küküllőmentén élő magyar, román cigányokat is, és hát hogyan siratta majd a hazatérő vagy nem hazatérő katonát az anya, lánya, testvére, felesége,
mi csak tulajdonképpen a nép ajkán született népdalokat, rigmusokat, csúlyogatásokat, táncokat tettük színpadra. Gyönyörű előadásban volt részünk, le a kalappal, a koreográfus előtt, a táncosok előtt, a jelmez tervező előtt, gyönyörűek voltak a ruháik, mi csak álmodozhatunk ilyenről egyenlőre még. A zenészek fantasztikusak voltak, ahogy énekeltek, én beleszerettem az egész csoportba. Mivel sajnos ezt már kezdik az emberek, a mai emberek elfelejteni, a régi hagyományokat, a régi szokásokat. Ha régen még a lakodalomban lehetett találkozni élő zenével, élő népzenével, nótáztak, énekeltek az idősebbek, manapság sajnos már ez nincs fent, nincsenek meg azok az összetartó helyzetek, teljesen más a mai élet, mint régebben volt, viszont ez nagyon fontos, hogy az emberek ne felejtsék el, hogy honnan indultak, mik voltak a saját hagyományaik, a saját szokásaik, és miből táplálkoztak lelkileg az elődeik. A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület már hagyományosan a Nemzeti Összetartozás ünnepéhez közeli időpontban mindig egy népzenei különlegességgel kedveskedik az itt élő magyar közösségnek. Különleges produkciókat próbálunk elhozni, hiszen a népzene és a néptánc ma már a színpadon úgy jelenik meg, hogy különleges a dramaturgiája, visszatekint a múltba, onnan táplálkozik, és hát katartikus élményt tud nyújtani egy ilyen előadás a jelenlévőknek, erősíti őket a hitükben. Ez a keserű, de mégis édes visszaemlékezés, ami most ezekben a színpadi produkciókban megjelenik, vonza a közönséget, hiszen akár a családunkra, szűkebb családunkra gondolunk, akár a magyar nemzet múltjára, vissza kell, hogy emlékezzünk akár szép dolgokra, vagy az örömeinkre, hiszen a múltunk nélkül nincsen jövő, és ennek egy ilyen különleges művészi megjelenítése, azt gondolom, hogy az emberek érdeklődésére jobban számot tud tartani. A produkció Ungvár után a szlovákiai Zselizen, valamint Pápán, Balaton Akalin lesz látható. A Sepsiszentgyörgyi hivatásos táncegyüttes ezután az egyik legnagyobb magyar táncművészeti rendezvényen, a 15. Magyar Táncfesztiválon lép színpadra Győrben.